Már nagyon régen meg szerettem volna csinálni ezt a videót, de mindig elfelejtettem az az igazság. Most végre meg lesz. És igazából ez nem is egy hosszú dolog, ugyanis csak azt szerettem volna bemutatni, hogy honnan jönnek a Héber nevek, és elmagyarázni, hogy miért használom azokat is, vagy inkább azokat. De Mindenek előtt ez BibleGateway.com weboldal. Én általában ezt használom, és az ortodox zsidó bibliát kell kiválasztani, ortodox Jewish Bible. Tulajdonképpen csak OR-t ide, ha beüt valaki, OR, ja ez már most ugye be van ütve, akkor eljut ide, itt van. És amennyiben eljutott, akkor láthatja mindenki, ugye ez a, az úgynevezett Ó Testamentum, a ez pedig az Új Testamentum, a Brit és itt van az összes könyvnek a Héber neve. Én azt teljes mértékben értem, hogy a maga a zsidó, ugye a mostani zsidó az nem az akkori zsidó, nem is azonos az a nép azzal, én ezt pontosan tudom, a lényeg nem az, a lényeg a nyelv, és az, hogy mi volt az eredeti név. Így megtudhatjuk azt, hogy hogyan hívják eredeti nyelven egyrészt a különböző könyveket, profétákat, és az összes írást, amit tartalmaz mindkét könyv. Én arra hívnám fel a figyelmet, főleg azok számára, akik úgy gondolják, hogy nem számít a név, és teljesen mindegy, hogy milyen nevet használunk hogy egyrészt nézzék meg azt a nyolc videót, amit a teremtő Yahuan nevéről találnak a csatornán, az talán egy jó kezdet. Ha azok után is valaki azt mondja, hogy nem fontos a név, akkor annak nem tudok segíteni. Viszont érdemes azt figyelembe venni, hogy maga a szó Ja ya, vagy Yahua, az szerepel például ugye Yeshiyahu vagy Yeshiyahu. Ézsaiás nevében, Jeremiás, azaz Jeremiáhu vagy Jeremia nevében, ugyanúgy, ahogy Abdiás, vagyis Obadája nevében, akárcsak csak Zakaria, aki Zakariás, az ő nevében is szerepel a szó Já, de Nehemiás, Nehemiáhu, Nehemiá nevében szintén szerepel, ugyanúgy, ahogy Máté, vagy Mati Meti Meti Jáhu, nevében szerepel, vagy Jokanan, vagyis Yahukanan, azaz János nevében szintén szerepel. De Júdás, azaz Jehuda vagy Jehuda szintén tartalmazza ezt a nevet. Hiszen ez a teremtő neve, ugye Jahua, a négy betű, a Jod, Hé, a Vav és a Hé, ezért tartalmazza a minden névnek megvan a maga jelentése, akit érdekel, szerintem érdekes járjon utána, és megtudja azt, hogy mit fejez ki egyes emberek neve, és utána sokkal közelebb kerül ahhoz a, a vitának megoldásához, hogy fontosan a név majd sem. Ugyanígy az a szó, hogy el, mint hatalmasság, vagy idézőjelben téve Isten, ugye Samuel, a az Első Samuel a nevében szerepel a szó el, ugyanúgy, ahogy el, aki Ezekiel aki ezékiel, Joel, szintén szerepel az el szó a nevében. De ahogy haladunk tovább, megtaláljuk Daniel nevében szintén ezt a szó. Érdekességkép, még érdemes megnézni az abarimpublications.com weboldalt, ahol megtalálta az összes név, amely jára végződik. A já ugye az első két betűje a teremtő nevének, Jahua vagy Jávé, Jehova, kinek melyik szimpatikus, és ez a jod és a hely, és ezek 130 névnek a végződése. Úgyhogy azok számára, akik azt mondják, hogy ez nem fontos, vagy hogy esetleg nem ez az, nem tudom, emellett még találunk mintegy 35 nevet, ami jával kezdődik. Úgyhogy nehéz magának a szónak a fontosságát hangsúlyozni, illetve túl hangsúlyozni. Mindemellett, akik úgy gondolják, hogy még mindig nem győződtek meg erről, maga a szó úr, az írás során a Jehova, Yahuah, Jávé, teljesen mindegy, de maga a tetragrammaton a négy betű, amely a teremtő nevét szimbolizálja, ez úrként lett fordítva az írás során 6510 alkalommal. Úgyhogy amennyiben valaki hisz a véletlenekben, vagy úgy gondolja, hogy ennek ellenére nem fontos a név, hogy 6500-szor úrnak fordították, ami a teremtő neve, akkor az használja tovább az úrszót. És nem elég az, szóval a teremtő neve szerepel az írásban, és a teremtő neve fontos, hiszen 6510-szer szerepel benne, és mindannyiszor lordnak, vagyis úrnak fordítják. Magyarul úr, az angol verzióban Lord és erre emlékezzen mindenki, mert fontos lesz. Szóval, ha 6510-szer úrnak fordítják, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon miért nem Jehovának, vagy Jehovának, vagy akárminek, aminek ejteni akarja valaki, miért nem azt használja, ha egyszer tudjuk, hogy ez a neve. Az érdekesség az, hogy maga a szó Lord, az pedig Héberül nem más, Beáll, ami azt jelenti ugye, hogy Lord és beáll. Szóval ahelyett, hogy a teremtő nevét használnánk, amit tudunk, hogy Jehua, vagy Jehova, vagy Jávé, ahelyett mi az Úr szót olvassuk minden egyes mondatban, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy az Úr Héberül Baal. Szóval eh, ennyit arról, hogy... Eh, nincsenek összeesküvések. Két versen fejezném be, és ez pedig Ezekiel, azaz Jehezekál, az 39-es fejezet, ahol is így szól a hatos vers, és bocsátok tüzet mágogra és azokra, akik a szigeteken bátorságosan laknak, hogy megtudják, hogy én vagyok, jahua. Akkor miért az úr van itt, ha teljesen mindegy a név? Azt a kérdést tegye fel magának mindenki miért nem Jahua van itt, mikor az van az eredetiben. Miért az van, hogy Úr, ami eredetileg héberül bá. Hetes. És az én szent nevemet megismertetem az én népem Izrael közös többé. Nem hagyom megfertéztetni szent nevemet, és megtudják a pogányok, hogy én Jahua szent vagyok Izraelben. Ímé e eljött, és meglett. Azt mondja Jahua Elohim. Ez az a nap, amelyről szólottam. Úgyhogy neki fontos a név, teljesen mindegy, hogy ki mit gondol, ki, ki mit mond, vagy milyen filozófiával áll elő, az teljesen jelentéktel. Az számít, amit ő mond. Hoseás, azaz Hosea, második fejezet, és így szóval a 15-ös És azon a napon, ugye ez mindkettő azon a napon arról beszél, ugye ez a a végső, az utolsó idők. Mondja Jahua, így fogsz engem hívni, én férjem, ami ugye isi, és nem hívsz engem többé így beállom. Hiszen tudja, hogy így hívják, hiszen mindent tud. Figyelmeztet rá, a probléma az, hogy nem vagyunk elég körültekintőek, és nem szán az ember elég időt arra, hogy kikutassa a nagyobb kérdéseket. Így fogsz engem hívni, én férjem, azaz Isi, és nem hívsz engem többé így bálom. És kiveszítem az ő szájából a bálok neveit, hogy azoknak nevesse említessék többé. Remélem hasznosnak találtátok mindenkinek a legjobbakat és halleluja. Még annyit hozzátennék, hogy a Google plus is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat! Halleluja!